Hát akkor nézzen utána, mert hogy most mi énekelni fogunk, igaz Zsófi? Igen. És melyik dalt is? Március végétől. Így van, ez a dal következik, és együtt fogom elénekelni Zsófival. Nyugodtan álljál lazába, nem kell feszengeni. Ködbe bújva, mennyi szép évet őrzünk, eddig volva. Voltam kutyád, hűségemben elindáltam, házat kavált, fázolt esnit elbújtatva, de tűzeg solyható. Zsófikám, tapsolt már neked ennyi ember? Nem. És örülsz ennek? Igen. Képzétek el, ezt azt hiszem elmesélhetem. Múlt héten Nyíregyházán léptem föl a Kossuth téren, és hát Zsófi anyukájával, Ágival megbeszéltük, hogy ne szóljál Zsófinak, de gyertek a fellépés, és harmadik számnál följön a Zsófi, és akkor elénekeljük ezt a dalt. És képzétek el, nem értek oda időben. És annyira el voltak keseredve mind a ketten, és most hívott megint Ági, hogy jössz akkor vállalban? Mondom, persze. De hogy akkor hanyadik szám lesz? Hát mondom, szerintem harmadik, de nem biztos. Jó, most nem fogunk elkésni. Úgyhogy örülök, hogy nem késztetek el, mert szaladj vissza anyához, apához, nem tudom.